Egyre kevesebb a magyar élelmiszer a kiskereskedelmi láncok kínálatában. Ezt állapította meg a Nébik friss felmérése. Az összkínálatban a magyar termékek aránya 70 körüli, míg 6 évvel ezelőtt csak nem 80 os szinten állt. A legnagyobb veszteséget az úgynevezett nagy hozzáadott értékű élelmiszerek, például a sajtok, sonkák, joghurtok szenvedték el. Esetükben ma már a polcok több mint felén külföldi árukat találni. Ezzel folytatjuk. Az okokat kutatjuk még pedig Erdős Norbertel, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkárával. Jó reggelt kívánok, államtitkár úr! Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm! A friss adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala nébik hozta nyilvánosságra. Ugye ezek szerint, hogy a felvezetőben hallhattuk, a Magyarországon működő nagyobb kereskedelmi láncok, ugye ezek nemzetközi vállalkozások nagyrészt is nagy részt, esetében mutatták ki azt, hogy a legfontosabb élelmiszerek kategóriájában a hazai termékek aránya 70%-ra esett vissza. Mi ennek az oka? Igen, hát köszönöm a kérdést, mert rögtön árnyalnám a dolgot. A 6 évvel ezelőtti kutatásban 13 termékcsoportot, még most 16 termékcsoportot néztünk, úgyhogy az én véleményem az, hogy érdemes almát az almával, a körtét a körtével összehasonlítani, és hogyha azt a három termékcsoportot, amit most újonnan vizsgáltak a Nébi kollégái, ö, kivesszük, akkor rögtön 70,5%-ról 72,5%-ra nő a magyar termék aránya. Engedje meg, hogy elmondjam még azt is, hogy nagy különbség a hat évvel ezelőtti ö, vizsgálathoz képest, hogy a frissen csomagolt csirkehús, és a frissen csomagolt sertéshús hús most nem szerepelt, nem volt ilyen kategória a hazai ter, ö, láncoknál, már pedig ezek hat évvel ezelőtt majdnem az egyiknél 100%-os, a másiknál is 95% feletti volt a magyar áruk aránya. Ebből pedig az következik, hogy az én meglátásom szerint összességében 73,5% körülbelül a magyar áruknak a részaránya, ami pontosan megegyezik egyébként a tíz évvel ezelőttivel. Van annak valami oka, hogy a visszaesésben a sajtok, sonkák, joghurtok és mondjuk gyümölcslekvárok aránya esett vissza? Igen, ezek ugye a feldolgozott termékek, amelyeket ön említ, hagy fel például a különös sonkát, 36%-kal, 36%, 36 a különbség a hazai áruházláncok és a ö, külföldi áruházláncok között. Ez a legnagyobb különbség a sonkák tekintetében. De ha azt nézzük, hogy hol állunk a legrosszabbul, akkor el lehet mondani, hogy joghurtok azok, ahol a legrosszabbul állunk, mert mind a külföldi, mind pedig a magyar áruházláncoknál olyan 20% körüli a joghurtoknak az aránya. Ebből az következik, hogy a hogy a feldolgozott termékekben ö, szenvedtük el ezeket a veszteségeket, és ez nyilvánvalóan arra kell, hogy ösztönözzön minket, hogy a magyar élelmiszeripart megerősítsük, és a magyar élelmiszer megerősítése a következő hét évben meg fog történni, hiszen ö, 750 milliárd forint van előirányozva a következő hét évre, és akkor én azt gondolom, hogy a feldolgozott termékek tekintetében is előre tudunk lépni. Egyébként államtitkár úr jobb minőségűek a hazai termékek, mint a külföldiek, akár ebben a kategóriában is, amiről beszéltünk? Hát én azt mondom, hogy forma-forma, tehát azért nyilvánvalóan a, a, az ár azért meghatározza a döntő módon a minőséget. A minőség az nem feltétlenül ugye annak a függvénye, hogy magyar vagy külföldi, de ne feledjük el soha, amikor vásárolunk, és azt hogy hova megyünk vásárolni, mert hogyha magyar áruházláncokban vásárolunk, akkor a magyar termékekkel jóval nagyobb számban lehet találkozni, hiszen a mostani kutatás is világosan kimutatja, hogy a nemzetközi, tehát a külföldi áruházláncokban olyan 66%-os volt a magyar áruknak a, a köre, még a hazai üzletláncoknál közel 80%-os, tehát eleve... Ugye nagyobb eséllyel tudunk magyar terméket vásárolni a magyar üzletláncban, és ne felejtjük el, hogy a magyar dolgozók munkáját segítjük azzal, hogyha magyar terméket vásárolunk. Említette, hogy úgy lehet javítani a helyzeten, ha megerősítik a magyar élelmiszeripart, az élelmiszer előállítást, de mit lehet még emellett tenni? Például kampányokat indítani, lásd vedd a hazai, vagy hasonló kezdeményezéseket indítani? Igen, tehát először is a legfontosabb az, hogy ugye mi van a polcokon. Ugye a kiskereskedelmi láncok határozzák meg, hogy mit tesznek fel a polcokra, és nyilván csak a polcokról tudnak a fogyasztók választani. Tehát, hogy alapvetően párbeszédet, komoly párbeszédet kell folytatni a kereskedelmi üzletáncokkal. világosan el kell azért mondanunk, hogy mik az elvárások, és partnerként kell tekinteni rájuk, reméljük, hogy ők is fognak azért itt az utóbbi évek bevett gyakorlatán változtatni. Másrésztől a fogyasztói érdeklődést föl kell kelteni a magyar termékek iránt, ami egyébként a kutatások szerint el kell, hogy mondjam, hogy nem állunk rosszul, mert a magyar emberek 85%-a alapvetően pozitívan áll a magyar termékhez, magyar termékekhez, olyan 55%-a durván úgy általában a magyar termékekhez, még 25%-a egy-egy kifejezetten egy-egy terméknél kifejezetten figyeli, hogy magyar terméket vásároljon. De felvilágosításra is szolgálunk, azért ne feledjük, hogy az utóbbi években komolyan előre léptünk ezen a területen, például a friss húsok tekintetében most már a fogyasztók találkozhatnak ugye ezekkel a zászlócskákkal, amiből világosan látják, hogy mikor tudnak magyar hústerméket venni, vagy külföldi hústerméket. Vég a beszélgetésünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk Erdős Norbertnek az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős ellentitkárának. Minden jót kívánok, szép Köszön szépen! Köszönöm szépen!